A párom pörgős, én pedig otthonülős vagyok. A párom nagyon aggodalmaskodó, én pedig rendkívül higgadt vagyok. A párom rendes, én pedig rendetlen vagyok. A párom jövős-menős, én pedig szeretek inkább csöndben mélázni. A párom nagyon barátkozós, én pedig inkább kettesben tölteném az időt. Találkoztatok ilyennel? Lehet, hogy a baráti körötökben vannak olyanok, akik megélnek hasonlót, esetleg ti is megtapasztaltatok, vagy pont mostani kapcsolatotokban is megélitek ezt. És vajon ez a különbség? Ez feszültségkeltő, zavarba ejtő, esetleg egyenesen őrületbe kergető, vagy pedig pont valami nagyon érdekes, nagyon izgalmas, inspiráló? Ez a különbség. Hm. A mai adásban erről fogunk beszélni. A párkapcsolatban nagyon gyakran választjuk egymást kiegészítő szerepeket. Hogyha a párom nagyon aggodalmaskodó megjeleníti a kapcsolatunk összes érzelmi vonatkozását, és mindent ki is fejez, akkor én maradhatok. Higgadt. Nem lehet kihozni a sodromból, mert nincs is sodrom, és nagyon-nagyon nyugodt leszek. Vagy ha párom folyamatosan programokat szervez, akkor én pedig időnként rá tudom őt venni, hogy ücsörögjünk otthon, csak nézzünk meg egy sorozatot, vagy beszélgessünk, vagy töltsük együtt az időt, csak úgy csendben. Ha ő nagyon pörög, én tudom őt lassítani. Ha ő nagyon sok érzelmet él meg, én tudom őt csillapítani. Egyenesen, ha ő éppen aggódik, akkor lehet, hogy meg tudom nyugtatni. Az, hogy ezek a különbségek feszültségkeltőek, nehézséget okoznak a kapcsolatban, sőt egyenesen távolítanak, vagy pont ellenkezőleg gazdagítják a kapcsolatot, valamiféle többletet adnak hozzá, izgalmasak, élénkek, inspirálóak. Ez tulajdonképpen a mi szemüvegünkön múlik. Nem ezen természetesen, hanem azon a belső szemüvegen, hogy mi magunk hogyan tekintünk a kapcsolatokra. Szóval a párkapcsolatban nagyon gyakran egymást kiegészítő szerepeket választunk, és aztán az egyik minél inkább ilyen, a másik annál inkább lehet olyan. A párom minél rendesebb, és mindent elpakol, akkor én erre számíthatok, és lehetek rendetlen, elölhagyhatom a dolgokat, ferdén rakhatom be a könyvet, és élhetek ezzel a lehetőséggel, hogy ő majd úgy is elpakol, hiszen őt jobban zavarja, mint engem. Így járulunk hozzá mind a ketten kapcsolatunk kialakításához, mind a kettőnk hozzájárulása fontos és egyenértékű, mint erről a legutóbbi Mindset lélegzetben is beszéltünk. Sőt, ez a különbség, ez a egymást kiegészítő szerep két oldala az elején nagyon vonzó lehet, ha én Söndes vagyok és nyugodt. Nagyon vonzó lehet valaki, aki pörgős, aki állandóan programokat szervez, aki e, körül mindig ott vannak a barátok. Aztán pár év múlva ez elkezd az őrületbe kergetni, elkezd untatni, fárasztani, vagy egyenesen taszítani. Hm, hogyan? Hogyan válik valami, ami az elején vonzó volt, később egyenesen elválasztó tényezővé? Azt hiszem, ez is a mi szemüvegünkön múlik, hogy azt keressük, ami összeköt, vagy azt keressük, ami elválaszt. És vajon megdolgozva saját hozzáállásunkat eljuthatunk-e a háláig, a háláik, hogy a párunk hozzájárul a kapcsolatunkhoz valami fontos értékkel, a temperamentumossággal, vagy a nyugalommal, a rendel, vagy a lazassággal, a programokkal, vagy a csendes elvonulással, az izgalmakkal, vagy épp a biztonságérzettel, a párkapcsolatunknak, és esetleg később a családunknak mind a kettőre szüksége lesz. Vajon tudunk-e hálásak lenni a párunknak? Milyen jó, hogy te a kapcsolatunk minden érzelmi vonatkozását kifejezed, mert így én lehetek nyugodt. Tetszelekhetek ebben a szerepben, hogy nagyon higgadt vagyok. Tulajdonképpen ez egyféle önreflexió, átgondolás és belső munka eredménye. Vajon megtesszük -e ezt a kapcsolatunkért? Tartsatok velünk! A héten lehet, hogy jelentkezik egy csomagkibontós különkiadás, a jövő héten pedig újabb lélegzett mindset, Kozma Vizkelti Dániel produkciós epizódok várnak rátok.